visszamenés kalányos Jolán. Tudégó kalányos lettünk, Budapest City! Yeah! Lehetünk, apukám! Fenyegettek a munkapitaság és mindig a nyomóban vannak valamiben vádolnak. Tálantóan igazoltak, mit akartok kölem? Talán nem adom meg a tiszteletet, felettetek az ég is ledőled, csak úgy bevigyetek. A hadseregettek ellen mit tehet a cigány népség? Belemegy itt a sokroma, ott él a gödör mélyén. Jönnek a lesztok egy éjszakán, levedőzve betörtek hozzád. Az ember a gyerekek ott állnak és egyből kitörömod rá. Sheriff, sheriff, hova tetted az összedet? Itt a gödör mélyén mindig szétverik a fejedet. Sheriff, a nagy halak mindig tovább úsznak. Az fenyegettek a munkapitaság és mindig a nyomóban vannak valamiben vádolnak. Tálantóan igazoltak, mit akartok tőlem? Talán nem adom meg a tiszteletet, felettetek a kérdésre. Lekapcsoltak! Mert a gyerekek ott állnak és egyből kitörömod rá. Sheriff, sheriff, hova tetted az összedet? Itt a gödör mélyén mindig szétverik a fejedet. Romeo, mutassatok valamit. Ilonkám, ez a mákos nagyon jó. Kislányom, nem kész. Szűkített szeptim. Kész. Még mindig milyen muzikális? Fog ő még muzsikálni? Miért zárt be? Vasutat lekapcsolni még ilyen jelentős művészeknek sem lehet. Ebben az országban nem. De hiszen nem is mi kapcsoltuk le. Megvizsgáljuk, megnyomozzuk. És meddig akarja még vizsgálni? 72 óráig. Mi betartjuk a törvényt. Rohadj meg! Szervusz, Ilonkám. Gyere be, Dudi. A temetésre azért eljöhettél volna. Hát minek mentem volna? Mindig lenézett. Pont ő. Meg se nem ivott velem semmit. A tiszteletet megadhattad volna neki. Hagyjuk már ezt, jó? Hagyjuk. Jó. Gyere be. Nagyon egyé valamit. Gugut? Hol hagytad? Kint ül a lépcsőházban. Csókolom, Ilonka. Rakós.
Nem, Mákos, de egyen csak nyugodtan, Gugu. Részvétem, Ilonka. Jó lesz. Mákos. Ja. Segíteni akarok a családnak. Nem hiszek a fülemnek. Nem csak nektek van szükségetek segítségre, hanem nekem is. Én is öregszem, hát nem is nagyon látszik rajta. Mit akarsz, Dodi? Nektek kenyérkeresőkkel, nekem meg belevaló emberek. Tudod, a jövő héten nyit a bár. Itt van Romeo, itt van Rita, a testvérem gyerekei, véremből valók, apátlan, árván. Itt a tehetséges, hogy tanítatni kell. Én örülök, ha segíthetek nektek. A fiú megdolgozhatna nálam. Hülyének nézel? Hát ismerlek. Tudom a simlis dolgaidat. A világ életedben mindenkit átverti, akit tudtál. Senki nincs már melletted. Csak az a szerencsétlen Gugu, meg én a hülye állat. Én nem tudom, hogy a jó Isten engem hogy verheted meg egy ilyen testvérrel. A Rómeót vert ki a fejedből. Nem vagy igazságos, Ilonkám. Belenézek a tükörbe, azt mondom, yes, Dodikám. Egy szaros intézeti kölyök voltál, egy nulla. Most meg üzletem van, nevem van, respektem van. Ide hallgass. Nekem te ne magyarázd azt, hogy mi kik voltunk, meg hogy mi honnan jöttünk. Ne jártasd a szád. Ne keverd a szart. Tarts távol magad a gyerekeimtől. Na mi van? Ja, te vagy az? Nem mi sehova. Hova mennék, anya? Most jöttem. Csókrom, Dodi bácsi. Kész egy cigit? Hát parancsolj a csicskét. Köszönöm, Dodi bácsi. Na, mi van, Gugukám? Dodi bácsi, csak egy májas húrkát. Idefelé volt kocsi. Visszafelé nem jár. Kurvára messze van a vasútállomás, és kibaszottul nehezek a csomagjai. Sajnálom. Hívjatok egy taxit. Tetted az összedet, itt a gödör mélyén, mint szétverik a fejeden. Serif, a nagy halak mindig tovább húznak az eredetik, annyi kicsit. 1-1-1. Itt Baracsi Gyula, rendőrtörzászlós beszél. És basszátok meg, ti a kurva anyátokat! Vétel. Lejjebb, Gugukám, lejjebb. Nyújtózkodjál. Mikrofon próba. Maria, Maria. 1, 2, 3. Katika, Katika! Király, Dodi bácsi! Király! Jó van, ott jó lesz. Na gyere, ígyünk. Jenőke? Valika, Valika. Na, itt a Béla. Szép ez az üzlet, Dodikám. Birkás küld. Sört, kisasszonyom. Látom, fiam, érdeklődsz a dolgok iránt. De hát,
A seggas csak egy segg. Na. Usuljál. Ha akarod, megszerzed. A pina is csak egy pina. Tünés. Beszéljünk komolyabb dolgokról. Megbízom benned. Az életemet is rád bíznám. Az öcsém, a vérem. Egészségedre. Könnyű, tiszta munka. Odaadod ezt a csomagot a Habsinak. Megmondod, hogy Dodi bácsi küldte. Finom munka. Ha valami gáz van, eldobod a cuccot, és eltűnsz. Stim? Stim? Nem. Ezt tedd el. Máskor ennyit nem kapsz. És adjál belőle anyádnak is. Mondd meg, hogy csókoltatom. És akkor a Béla leszólt a romáknak, hogy meghozták a szintetizátort. Akkor még egyikünk se látottál ilyet. A Béla meg elkezdett rajta játszani. Nagyapám meg elküldte apámat hangszerekért. Meghúzták az át, a romák meg rováztak. Szevasztok! Mit szorongatsz? Dodinak szállítok valamit. Legalább megtaláltad a helyet. Botfülűből már az elemér is elég volt. Vigyelek. Ja. Felugrok anyámhoz. Van mostanában fuvarod? Akar. Csúran cseppen. Beütött a biznisz. Ez, akinek a Dodi a nagybátyja. Meg kell itt rohadni. Ezek is tiszta hamisak. Nekem is kéne már valami. Hát nem tudom elemélni. Nézzünk neked valami okosságot. Még mindig a szerelő műhelynél tartasz. Ja, egy önálló műhely. Az jó lenne. Volt egy álló. A McLarennél vagyok. Autószerelő. Ott állok a Box utcában. Olajozott. Gyönyörű tiszta overában mindenki. A csapatfőnök stopperrel méri a 10 másodperceket. És akkor egyszer csak leveszi a sisakját felé itt. Akkor mondom magamnak. No, elemér, most le leszel baszva. És akkor Mika rám néz, megszólal és azt mondja. Elnézést gyerekek, hogy leállunk, de ennek a magyar gyereknek meg akarom köszönni. Hogyha nem ő állítja be a biturbó szerepet, akkor nem nyerünk Hockenheimbe. Ez honnan van? Nem mindegy, anya, dolgoztam. Te, de azt tudod, hogy ki az a Dodi? Amikor bekerültünk az intézetbe, a Dodival, akkor ő gyakran átjött ám hozzám a lánykóterbe, és sírt. Mert rászálltak a nehéz fiúk. És akkor elvágta a saját nyakát. Kijött a kórházból, és akkor lett ő ilyen sunyi, besúgó. Én megfigyelt, hogy az egyik hülye, mamlasz kiskölyöknek nem elég a kajája soha. Ezért hát elkezdtem módszeresen nekiadni a saját kajája felét. 2 hét múlva elválaszthatatlanok lettek. Ez a Gugu, nem? Igen. Tényleg letépte valakinek a fülét? Azt mondta neki a Dodi, hogy az egyik gyerek el akarja lopni a kajáját, és akkor agyonverte a gyereket, utána velünk nem kezdtek. Dodi bácsi lett a király. Romeo, fejezd be a gimnáziumot, legyél valaki, és ne okozz csalódást az apának. Csalódást, anya? Csalódást? Apa mindig azt mondta, hogy nincs hallásod, fiam. Nem baj, majd eldobolgatsz valahol. Ő mit ért el a hallásával, anya, mit? Még a számlákat sem tudjuk kifizetni, itt hagyott bennünket a nagy sóherságban. Én szerettem az apádat, nagyon szerettem. De szeretted apát, én meg nem akarok eldobolgatni valahol. Menjek el, hova? A hülyeségedet hajtod, anya? Tedd el a pénzt! Ki kell fizetni a zongoratanárt? Rendőrség! Rendőrség! Mit akarnak a zsiráffal? Engedjenek a el! A zsiráffal! A zsiráff!
zsiráfom! Ezek a csúnya bácsik szétlépték a zsiráfomat! Sheriff, sheriff! Megbuktattad a zsiráfot! Pillanatok kérdése volt az egész, és lekapcsolnak. Hidd el, Dodi bácsi, nem volt más választásom. Az egész pályaudvar tele volt civil ruhás nyomozókkal. Tudod te, mi volt abban a csomagban? Nem zárja egy volt benne, Dodi bácsi? Kus! Ezért a birkás elveszi az életemet, de a tiédet is, te szerencsétlen hülye. Fasz vagy, mint az apád. Shubidubi, yeah! I am here! Na, mi van, öcsike? Meg sem ismered, Joli? Úgy rohantál a stationről, mintha leprás lennék. Na, kis pöcsösöm, nem kell ám félni a nénitől. Rocco, add ide azt a kis csomagot, amit az én drága kis pöcsfaszom elejtett. Odaadom nektek a csomagot, és paramat, amit mondok, gyerekek, kovatos légyei, és neked is, neked, itt vagyok veletek. Álljatok már le! Csókollak. Alkalmazva vagytok. Hetente 3 alkalommal, esténként 15 rongyért. Kevés. Csillagom, csak most nyitok. Lesz ez majd több is. Dódikám, lehetnél hálásabb? Az a csomag, amit visszahoztunk, megér neked többet is. Kicsit többet, kicsit. Gyerekek, szeretlek benneteket. Legyetek nyugodtan. Királyok lesztek. Romeo, hozzá valami harapnivalót a kifőzdéből. Biztos megéheztek a művészek. Yes! Nincsen már kifőzde, Dodi bácsi. Kínai bolt nyílik a helyén. Mindent ellepnek a kínaiak. Kurva világ. Mocsak világ. Az Unióból meg hamburgeres lett. Na jó, ezt majd én elintézem. Gugu, kocsival megyünk. Julika, ti menjetek, pihenjetek. Romeo, te velünk jössz. Mehetünk, Dodi bácsi. Indulhatunk, Dodikám. Körömpörkölt van. Ecetes paprikával? Nem érteni. Nem érteni, bazd meg. Körömpörkölt. Ennivaló. Ham-ham. Ecetes paprikával. Ételes elköltözött. Elköltözött? És én akkor mit tegyek? Tornacipőt? Vagy halljak éhen? Sajnod nagyon. Kérem, miért csinál a probléma? Mi van, kis majom kínai? Én vagyok neked a probléma? Én Dodi bácsi vagyok. Nektek Dodi úr. Én már akkor körömpörköltet ettem itten, amikor ti még a nagy falat vakoltátok. Ehhez tartsátok magatokat, kis kínai majmok. Eladom a zongorát, és keresnem kéne egy helyet, ahol Rita gyakorolhat. Miért csinálod ezt, anya? Hozok még pénzt, nem kell eladnunk a zongorát. Nem kell a pénzed. Mit már tirkodsz? Rita tehetséges, legalább ő mászunk ki a szarból. A te pénzed húz bennünket a szarba. Jó estét! Csókolom!
új osztálytársuk érkezett. A neve Miley Ann. Fogadják őt szeretettel, lejön helyet. De, ez nem a kifőzdéből van. De igen. A mai óránk anyaga az orosz irodalom klasszikusa, Tolsztoj műve, az Anna Karenina. Adnék én neki Tolsztojat. Remélem mindannyian olvasták a művet. Igen, gondoltam. Jó. Mi is az alaphelyzet? Van ez az Anna, akinek van egy kiállhatatlan öreg férje, egy olyan igazi élettelen pasi. Igen. Arra gondol a tanárnő, hogy Kareninnak már nem állt fel? Nos, Tolsztoj tisztában volt azzal, hogy a nő életében milyen fontos szerepet tölt be a szex. Itt azonban mégsem arról van szó, hogy Kareninnek merevedési zavarai lennének. Sokkal inkább arról, hogy már nem tudja megadni azt a gyengétséget, amire egy nő vágyik. Nézzék, az író romantikus elképzelése szerint, hogyha egy nő életébe beköszönt a mindent elsöprő szerelem, akkor semmi nem számít. Ja, Istenem, milyen szépen tetszett ezt mondani. Igen. Tanárnő, a merevedésemmel és a méreteimmel nincs semmi baj, azaz óriási méreteim vannak. De az a gyengétség, ami Kareninból hiányzott, szóval úgy érzem, hogy egy nálam idősebb nő tudná megértetni, aki mindenre megtanítana. Elemér, leülhet. Nos, Tolsztoj született 1828-ban, meghalt 1910-ben. Az orosz realizmus klasszikus alakja. Elnézést a zavarásért, tanárnő. Nem zavarsz? Úgy tudom, hogy a tanárnőnek van egy versenyzongorája. Van. De miért érdekel ez téged? A húgom nagyon tehetségesen zongorázik, de anyám el akarja adni a zongorát. Szeretném megkérni a tanárnőt, engedje meg, hogy a húgom magánál gyakorolhasson. Van munkám, kifizetném. Nem bánom. Lehet róla szó. Te mondd? Te miért nem szólsz hozzá soha az óráimhoz? Drága Pityinger úr! Megjöttünk. Hívjon Dodinak. Szóljanak, ha készen vannak. Rendben van, kérem. A zenekar 5 perc alatt készen áll. A gázsiról természetesen kicsit később, de meg kell mondanom önnek, hogy a hazai fellépéseket is ugyanannyiért vállaljuk, mint az internacionális színpadokon. Tényleg? Tiszteletem, Dodivá! Mi járad be, Pelér fiam? Hallottam, hogy nem sokára nyit. Mindig felnéztem magára. Már gyerekkoromban, amikor a mozi előtt csak magától lehetett jegyet szerezni. Valami modernebb nincs. Szóval, Pelé fiam, mit akarsz? Ismer. Tudja, ki vagyok. Szívesen beállnék magához dolgozni. Pelé, neked nincs szükségem vevő emberekre. A revű bár egy szolid, tisztességes hely lesz. Még kurvák se lesznek. Te pedig máshoz nem értesz. Jó, de mindig akadhat valami probléma, amit korrekten le kell rendezni. Emberek, mondtam már, hogy ez egy revű bár. Valami frissebb kellene. Nézd belé. Ha korrektnek kell lenni, nekem ott a kuku. Ha kell, ő a legkorrektebb. De amint látod, dolgom van. Jó emberek, értsék meg. Értem, Dodi bácsi. Nekem mai modern számok kellenek. Köszönöm.
El leszünk itt, Gugukám. El leszünk. Kerestél? Hívtalak. Hová tűntél? Nekem nehéz eljönni a szokások miatt. Mellén be van zárva, mint madár a kalitkába. A bátyám nagyon szigorú. Lépjünk meg. Az mi? Elmenni. Valahova messzire. Elvinnél? Először jönnek a zsarok, azt nem pedig a sokan. Csaklik az ott a tékot, ott a kengem falhoz vágva megkérdezte. Te kábítószer, nem vagyok én ugyan gyerek, serif, nem vagyok mamszer. Gyere be velem, hogy kérek át neked, és csak edek emberek, kifejezek veletek, mutatom bébé neked, és megmutatom, és itt vagyok veletek, veszélyes elemek. Amit mondok most, gyerekek, kérdezik veletek, nem mutatom, most nem tudom, nem tudom. Maga igazi művésznő. Magának impresszárió kell, stabil háttérrel, szakmai tapasztalattal, nemzetközi kapcsolattal. Vigyázzon, a világ tele van ócskás licikkel. Egy ilyen kezdőnek szüksége van pátyolgatásra, hogy úgy mondjam, kezdőlökésre. Na, mutasson valami, drága. Tud énekelni? Sós Eszter, homok színű narancs, narancs színű homok, pici mackó tappancs, hóban apró nyomok. Ez király, Dodivágy. Állj! Szasztok, kis ez pofáim! Így nem lesz jó. Van bennem ki áll előttetek? Egy világsztár! Lebombázzuk! Állj, itt csúvidom, ilyen! Mikor vagy te egy földobolyóvá? Meghallgatásra megyünk a legeslegtutibb lemezcéghez. Milyen lemezcéghez? Neked szerződésed van Dodi bácsival. Nem sokára nyitunk, úgyhogy fogd be. Emberek, meghozták a hangszert. Romeo, vigyázz az ötlet. Kiskutyuska lett az én drágaságomból. Mivel a világon vagyok, szarnak rám. Szép vagy. Ezért szarban vagyok. Álmaimban kék mezőn járok. Kék fűköztőnek kék virágok. Kék az ég és kék a föld. Legyél az enyém is. Mindened lesz. Eltartalak. Básonyba teszlek. Mindenedet rendbe teszem, csak legyél az én kis pöcsikém. Nem is kicsi. Ugye nem? Elviszlek őfagyom. Erre hozzák, tegyék oda. Kék szerelem, kék szeretek, körbevesnek két gyerekek. A zongorán! Mit keres itt a mi zongorán? Nem mi baj, megvettem, anyád eladta, ne üvölts! Mi van veled? Mi van veled? Be vagy rúgva? Mi van? Hát berúgtam, hát bepiáltam. És akkor most mi van? Hát mi van? Te fogod nekem megmondani, te taknyos, hogy én mit csináljak? Az apádnak nem csak hallása voltam, hanem szíve volt, tudod? Egy érző szíve volt, és szeretett engem, bassza meg, szeretett! És igen, és hiányzik, nagyon hiányzik! És menj a francba, menj már! Menj a hülye bűnöző barátaidhoz! Egyé csak, Romeo, egyé! Ott van a kedvenced, az étel a sütőbe, a töltött csirke. Az a kurva töltött csirke. Mi, tiszta, mi égi csoda. Ki van itt? Az egyik tanítványomnak a húga. Ritának hívják, és nálam gyakorol. Másra számítottam. Jó. Ő mikor jön el? Mikor készül el végre az az ítélet? Nekem jogom van az ítélethez. Jó, nem tudom, apukod, de most menjen vissza a szobájába, mindjárt behozom a gyógyszert. Nem megyek. Mit játszik? Egy Beethoven szonátát gyakorolok. Opus 49. G-moll.
Szépek vagytok, mutatósak, nagy jövő áll előttetek. Elemért már is szerződtetek. Na, sajnálom, máshol nincs üresedés, talán majd legközelebb. Nem arra elemér, amarra. Szeretném, ha odafigyelnél anyura. Kicsi lett a tornacsuka, bazd meg. Adjál 44-ös feleset. Hol a blokk? Milyen blokk, bazd meg? Milyen blokk? 44-es feleset adjam, letépem a hátadat. Hol a blokk? Nincs blokk, nincs ere. Ez egy törvény. Magyar törvény. Milyen törvény, bazd meg? 44-es feleset adjam, szétszedlek. Mint haza? El akarsz az anyja kajámat? Gugu! Gugu! Gyere ki! Egy óra múlva itt vagyok. Gyere ki! 44-es feleség. Jól bírja az italt, kedves Rózsi. Nézze, főnök, egy magamfajta egyedülálló lánynak bírnia kell az életet. Tudja, nekem a becsület az becsület. Csak a szórakozás az kevés nekem. Nem adtak 44-es feleset. Majd visszamegyek. Holnap nyitunk. Gyere, így jár, Gugukka! Kérték a blokkot. Én korrekt voltam. Korrekt voltál? Volt valami probléma? Dodi, rólam elfeledkeztél. Egyébként engem nem zavarva te kezel. Na, eredj! Hát maga meg ki a fasz? Dr. Rozsus Ervin, a zenetudományok doktora. Egyébként Jánci. Hallottam, hogy előadó művészeket keresnek. Hát kérem szépen, itt vagyok. Belátom az időpont egy kicsit szokatlan, de hát végül is egy éjszakai mulatóban vagyunk, nem? Kérem, vezessen a színpadon. A hangszert. Jel lépső. Lépő. Nézd így rám. Itt halunk meg mind a ketten. Dodi, ez tangó. Ezzel a világgal, ha én már nem leszek. Dodi! Gugu! Megyek! 44-es feleség.
csak játszom tovább. Minicho, hone. Kislányom, mondd, mikor készül el már az ítélet? Nem tudom. Hamarosan. De hát, örökösen nem halogathatják. Hát így nem lehet élni ilyen kétségek között. Történt. Gyere be! Ezt a tanárnő úgy sem tudja elképzelni. Bajsz, hú! A bal szélen, előre! Mit csinál ez? Egy, még egy, három védő! A három fős magyar fiú egy jó lövőcsellel elfekteti a kapuvédőt! És egy hatalmas erejű rugás tereszt meg a rövid csarukba! És gól! Kovács Gugu gólja! Győzött a magyar válogatott! Lesre futottál, Gugukám. Ezek, édesfiam, a Gerlachok nemzedéke. Ügyészek, bírók. Két szenvedélyük volt. A bélyeggyűjtés és az akasztás. Az akasztási csúcsot a nagyapám Ferenc tartja 27 statáriális ítélettel. Később öngyilkos lett. Anyám magára maradt a gyerekekkel, és 23 börkötéses albummal. Amikor jogász lettem, megesketett a Bibliára és a családi bélyeggyűjteményre, hogy soha, semmilyen körülmények között nem hozok halálos ítéletet. De ezt a fogadalmat lehetetlenség volt betartani. Igaz, Péter? Ugye? Tessék? Úgy vártalak, hidd el, nagyon-nagyon régen vártalak, tudod? Tudod? Menjünk és be a szobába. Nem változtál, semmit nem változtál, Péter! Yeah.
Minden rendben, főnök, lazítson nyugodtan, majd én figyelek. Mi van, Szemi? Mit akarsz te megfigyelni? Marlboro, olcsón vettem a kínai piacon. Figyelek, hogy nehogy lopjanak. Bízd rám, én észreveszem a lopnak. Köszönjük, kispofáim! A Kalányos RT-t hallottátok a revű bár megnyitása alkalmából. A zenekar tagjai Rocco, Ricsi, és persze jó magam az együttes névadója, Kalányos Jolán! Te most milyen faszt röhögsz? Jó volt veletek, legyetek jók, próbáljátok jól érezni magatokat. 15 000. Ennyi? Mi kéne még? Tele van a bár. Na és? 100 000-et kérünk egy estéért. Te megőrültél? 15 és kész. Különben mehettek vissza Mucsára. Na, ez kár volt mondanod. Te engem többet nem látsz. Gyerünk! Ki a francnak hiányzott te? Dagadék! Főnök úr, Rózsi üzent, hogy nem jönne többet. Azt mondják, összejött valami Rozsos Jencivel. Állítólag vak és harmonikás. Nem ismeri, főnök? Nézze csak, főnök. Lehet, hogy egy kurva. Kidobjam? Ez a hugom, te állat. Ilonka. Nem is gondoltam, hogy eljössz. Mi történt Guguval? Gyere, üljünk le. Romeo nem jött haza ma délután. Itt van? Nem láttam, mióta meghozták az zongorát. Biztos csajozik. Jóképű gyerek. Talált hasonlít. Küld haza, légy szíves, jó? És mondd meg neki azt, hogy ne haragudjon rám. Ne menj még el. Maradj egy kicsit. Jaj, de szép. Kék szeme van magának. Nincs ilyen a világon senki másnak. A szívem úgy dobog, mikor látom, meghalok egy csókjáért, gyöngy virágom. Nappal is álmodom, mosolyával. Éjjel meg azt húzatom a cigánnyal. Jaj, de szép, kék szeme van magának. Nincs ilyen a világon, senki másnak. Nem hiszek neked. Küld haza a gyereket. Hallottam, mi történt Gugukával. Mit akarsz? Miért jöttél ide? Meggondoltam, benézek. Munkát keresel? Ne nagy fasz vagy te, Dodi. Van már munkám. Bedolgozó lettem egy nagy cégnél. A multiké a jövő. Ja, tényleg, a főnököm, tudod, a cégnél érdeklődött az öcsét felől. Romeo-ról. Azt mondják, egész ügyes gyerek. Mit akarsz a gyerektől? Az már csak egy szaros kölyök. Szép ez a bolt.
Mindig nagyon jó ízlésed volt. Tényleg tetszik. Gondolom nem eladó. Mit akarsz? Küld el az öcsédet ide. Bármikor. De a legjobb lenne, amíg ma előkerülne. Tényleg szép ez a bár. Kár lenne érte. Látszik, hogy egy életmunkája van benne. Bácsi, ezek kinyírnak engem. Na szállj be, öcskös, nem majdnéz. Mi a francot csináltatok? Én semmit, Dodi bácsi. Ugó 44 és feleset kér, de nem volt blokja. Gyerek kiverte a kezéből a hamburgert és odavágta a falhoz. Micsoda? Gugu, a kínai gyereket egyből meghalt. Dodi bácsi, ezek tutira azt hiszik, hogy én is benne voltam. Miért hát benne voltam? Nem, én csak a végén értem oda, de ott láttam is. Nem eszik olyan forrónak ásra. Ide figyelj, Dodi bácsi már beszélt velük. Azt el lehet intézni egy kis szívességgel. Elmész erre a címre. Megmondod, hogy Dodi bácsi küldött. Megcsináld a melót, aztán hazamész. Ja, anyát keresett az este, azt mondta, ne haragudj rá. Találkozik vele, mondja meg, hogy nem haragszom. Melő után hazamész, aztán majd megmondod te. Ha megkérhetem, hogy egy kvarttal lejjebb transponálja. Ach, aus dieses Tales Gründen, die der kalte Nebel drückt, könnte ich doch den Ausgang finden. Ich schöne Hügel, ewig jung und ewig grün. Hätt ich Schwingen, hätt ich Flügel, nach den Hügeln zöh ich hin. Harmonien hör ich klingen, tornacipők! Hogy vigyázzuk maga? Hesős szaszom. Hánöncsi! Ne se rötül! Mélylén, Hánöncsi!
Hogy teheted ezt? Hogy teheted ezt? Te szerencsétlen! Nem érted meg, hogy mit tettél? És pont vele? Miért? Ők ölték meg a testvérünket! Ide nézte, szerencsétlen! Elfelejtetted, hogy neked is anyukád volt? Hogy ő is úgy szeretett téged, mint senki mást? Nem érted meg, te? Ő mit szólna ehhez? Hol a fiam? Mit csináltál vele? Tudom, hogy találkoztatok, hol van. Hát nem érted, te állat? Válaszolj már! Nem tudom. Na ezt ne. A jó Istenre kérlek, ezt ne. De mit akarsz tőlem? A fiad már felnőtt. Azt várod, hogy a szoknyád mellett üljön. Él? Azt mondd meg, hogy él-e. Nem tudom, Ilonka. Segíts. Nem vagyok én a Luke Skywalker. Rendben, lejövök. Romeo él. Csak nem gondolod, hogy veled beszéle meg a dolgaimat, te trókja. Én nem tudom, hogy mire vágsz így fel, Dodi bár. Ha csak nem arra, hogy feldobtad a saját unokaöcsédet. Na ide figyelj, üzenetet hoztam. A főnök haverját veszteség érte. Meghalt a fia. A számlát pedig rendezni kell, ez törvény. Gugunak elvettétek az életét. Hát mit akarsz még? Romeót. Ezt te is tudod. A sász benne se volt. Talán benne volt, talán nem. Mindegy. A főnök üzletet ajánl. Hallgatom. Te is és a fiú is a cég védelm alatt álltok. Cserébe részt vesztek a szállításban. Később terjesztés a revűbárban. Nos? Ami megtörtént, ez a múlté. Én és Romeo boldogan beszállunk az üzletbe. Mennyi a részem? Szállításonként egy 100-as, a terjesztésünk meg később. 150. Beszállok rajtad, Dodi. Na várj. Csókolom, Dodi bácsi. Ah. Igen. Egy pillanat. Lehet a 150, de akkor kinyírjuk a gyereket. Nos? Legyen 100. És megegyeztem. Rendben. És most jól figyelj rám. Ha a motyóból csak egy kicsi is hiányzik, akár csak egy nyalás is, halott vagy. Érted? Isten hozott a cégnél. De Romeo, miért nem nyúlsz le egy zacskó port? Vagy legalább néhány LSD bélyeget? Mi futárok vagyunk, nem dílerek. Az anyagból sosem hiányozhat. Ezt jegyezd meg. Mindenki lop egy kicsit. Kicsit csak a balekok lopnak. Yeah! Nyomd a bugit, faszikám! Lelövöm, bum-bum, áh! Sztárna kellett verekedni a 13 fél sárkánya, és avval elkezdett János Vitéz karatézni. És akkor belerugott a fejébe egyet, és kijött az agyveleje.
Tessék! Bejöhetünk? Hello, Bello! Új vagy? Melyik osztályba jársz? Beszélsz magyarul? Beszélek. Jól van, barátom, ezt szeretem. Tanultja! Messziről jöttél? De szorgalommal itt sokra viheted. Seri, Seri, hova tetted a szemedet? Ha rám nézel, rögtön elveszted a fejedet. Seri, Seri, hova tetted az eszedet? Itt a gödör mélyén mindig beverik a fejedet. Komálod akár? Eláruljak egy titkot. Én is a bandájukhoz tartozok. Igen? Bizony, jó csapat. Én vagyok a rohadjuk. Néha zenei kérdésekben is kikérik a véleményem. Nem is csoda. Mit keres maga itt? Ha? Ki maga? Az iskola tanulója? Nem? Hát akkor tűnjön el, ne kelljen kétszer mondani. Én csak... Tűnés! Hívom a rendőrséget? Mit képzel itt, randalíroz nekem? Gyere, fiam, egyél, káposztás tésztát csináltam. Rita, el fogok menni. Erről senki sem tud, anya sem. És lehet, hogy soha nem jövök vissza. Őt is viszed, a kínai lányt. Ha szeme égne fent, s a csillag arcán, tündöklő arca elsápasztaná a csillagot, mint napvilág a mécsest. Az égen napként sütne fel szeme, hogy minden madár hajnal zengene. Köszönöm, mint Armin. Jó a szóvé. Nem mondjuk, hogy zavtunk tömtet állítsz. Málján, hovtszon rá a jövcsillá. Mélyen jövcsá? Témé, hogy bitnék rögcsillá. Tér harállítszom húgt, tér Rómeó. Bitnét gájt zavtlan lefcsirszá. Bitsa mág bárcsá ундá. Rómeó гэй ээчин чгсэн үйлэг. Хүм, түүгийч налчилла. Бас охноч гэсэн. Зөвхөн ганц чийл надад үлдчихтээ.
A biggity bop-bop bang, hát nem értik ez egy csókolat. Egyszerűen el akarom képzelni azt a vonatot, hogy milyen hosszú lesz, milyen színek a kocsik, meg hogy mi lesz a mozdon. És ugye elő lesz, vagy hátulatolja, ez is nagyon fontos, nem szeretjük mi a füstöt, tudjuk milyen az. Mi a vasút mellett nőttünk fel Drégelyen. De egy nemzetközi vonat mégiscsak más. Nézzék, fiúk, egy szép piros villanymozdony fogja kihúzni a szerelvényt. Füstje nincs, a magyar államvasutak tulajdona Bécsig közlekedik, ott lecserélik. A három első kocsi az osztrák vasúté lesz, ebből a harmadik az első osztály. Most következik az érkező kocsi, ez a miénk magyar személyzettel és végig közlekedik. Most következnek a hálókocsik, három darab. Ez szintén a mávé, 207-től 209-ig számozva. Ezután következik két román kusetes kocsi, 321-es és 322-es sorszámmal. Itt egy pillanat, rájunk is. Igen? Ha akarod, a bugyiban csempészlek ki. Most fazonoztattam. Mennyországban fogod érezni magad. Na csoda, kutyukám. A cicuskáról nem volt szó. Na jól van, Sweetie. Neked úgy látszik, mindent lehet. Meg lesz a két jegy, a kislányért kifizeted. Ha magad itt ledolgozod. Keményen. Tessék, itt a négy hálókocsi jegy, összesen 106 000. Nem négy jegy lesz, hanem 6. Ezt azért csináljam, mert cigányok vagyunk. Nem, még nem. Kérem, nem. Nem. Maga ki? Ő küldte magát? Igen, a tanárnök küldött, hogy adjam be a bácsinak a gyógyszert. Evés után kellett volna bevenni. Honnan jött? A családom mongol. Engem csak örökbe fogadtak. Kínai boltunk van. Szóval egy külföldit küldött maga helyett. Hány éves? 16 éves múltam. 16. Pont annyi, mint ő. Kicsoda? Hát az a fiú, aki a múltkor itt volt. Rómeó? Milyen Rómeó? Rácz. Hát, dehogy is. Ja, 258-as elítélt. Eskát tettem nyakába a kötelet, mint Leopold dédapám a pártütőknek. 43 éve. Rómeó nem lett 43 éves. Jaj, miket beszél itt? Én voltam ott. Ne, magyarázzon itt nekem. Miért nem veszed már föl, te idióta? Subidubi! Annika! Subidubi! Subidubiko! Subidubi! Pillanatnyilag nem kapcsolható. Kérjük, ismételje meg a hívást. Apukám, én már túl vagyok mindenen. Hihetetlen! Padlógázzal nyomta. El tudod ezt képzelni? Azért ebben a joliban van anyag. Te miért nem jöttél el a búcsú estre? Szállítottam. És? Rendben volt minden? Ja. Ahogy veszik. Baszd meg, lenyúltad, ezek kinyírnak! Engem nem. Amúgy meg utazunk, elfelejtetted? Kedves nézőim, következzék akkor a sztárinterjú.
Ma reggeli vendégünk a népszerű kalányos reptin frontemberrel, akarom mondani, frontlánya, Kalányos Jolán. Kedves. Hello mindenki! Ki a franc az? Mert én vagyok, engedj be! Mi a fenekje? Nem tudom. Bemenni. Mi magunkat adjuk, ami zsebünk van. Hogyan érik ki ez az ember? Ja, választhattunk a francia turné és egy itthoni film szerep között. Mi lett volna ez a film? Hát, tarság. Ezek itt etnobizniszben utaznak, mi viszont globális művészek vagyunk. Na, hülye picsa. Szépen tetszett ezt fogalmazni. Nem érkeztek meg a bélyegek, Dodi. Van nekem iskolám. Jolánka? Hát biztosan az üzletbe nyúlták le. Nem. Az nem lehet, ott volt az egyik emberünk. Nagy szarban vagy, Dodi. Nézd már meg, hogy nem mi voltunk. Mi a francnak loptuk volna. Lehet, hogy te nem is voltál benne. Hát te meg mit kerestek itt korán reggel? Éjjel figyeltük Rómeó lakását. Nem ment haza. Hát biztosan csajjal volt, vagy a barátjával, az a botfül gyerekkel. Ő sincs meg. Ja, ez itt a probléma. Jön még két faszi velünk. Lehetne róluk valami többet Dodi, tudni? Dodi, mondd meg, hol vannak. És te okés leszel. És már meg, bazd meg, hogy nem tudom. És már meg, bazd meg, hogyha nem köpsz, ez lesz az utolsó cigid. Jó, Karin. De a másik kisfiútól még többet várok. Bizserbe kará gondolok. Csubidubi, ehe. Egyébként az öcsikén. Na mi a fasz lesz? Csak nem bolondultál meg? Egyszer már földobtod a srácot. Nem is tudom, mit lehet. Akkor most minek játszod meg magad? Nem éven itt az egész. Tévedés. Mondd meg, hol van. Ugyanúgy kell megszólalni. Veli. Ugyanazért dobják. A zongorát, ami a bárban van. Vitesd vissza fogomnak. Este volt egy kis búcsú buli. Üzenem a rajongóinknak, ne füvezzenek, ne ígyanak. Rendben van, Dodi bácsi. Kicsi még alszik, mint egyébként minden éjt. Még ma visszavítottam. Mint láthatják, kedves nézőink, a mi műsorunk valóban betekintést enged a sztárok magánéletére. Akkor jöjjön az utolsó kérdésem. Mit üzenne egyetlen mondatban a világnak? Kapjátok be! Ez nekem magas. Egy hülye fogadalom miatt igazán kár volt a dombácsnak bedilizni, nem? Ezt te nem érted. Abban az időben sűrűn akasztottak. Ártatlanokat is. Ez a patvaros egy ilyen gyerek volt, aki koktélokkal ment a tannak. Szabadságrős. Most kezdjük el a történelem órát? Vádott, álljon fel! Patvaros Péter, 258-as számú elítélt, mint fellebbviteli bíróság alapos megfontolás után meghozta az ítéletét. Gelláködön vádlott, bűnösnek találtatott. Péter! Feleségét halálba üldözte, lánya életét pokollá tette. Megbánta a tettét? Teljes szívemből. Tekintettel a vádott őszintenek bánására, a bíróság az elmúlt évek szenvedésével a büntetés letudottnak tekinti, és az elkövetőt feloldozza. Szép álmokat, doktor úr! A kiadmány hiteléül Patvaros Péter bíró SK
258-as elítélt. SK. Rendben lesz így. Most már igen. Köszönöm. Ugye mondtam magának, hogy Péter az. Az ítéletet megkaphatná. Halló? Csókolom. És köszönöm. Maradj lent. Csókolom. Anyukád? Nincs itthon, vásárolni van. Visszahoztuk a zongorát. Ez a mi zongoránk. A Dodi bácsi küldte vissza. Ugye maga Dodi bácsinak figyelj dolgozik. Rám! Mondd meg anyádnak, hogy a zongorát a Dodi küldi. Értesz? Azt is mondd meg, hogy a Dodi elutazott. Messzire. Így mondjad. Hát te mit keresel itt, kis táska? Semmit. Ki küldött? Senki. Hát ha nem küldött senki, akkor nem is lehetsz itt, nem igaz? Mi van a zsebedben? Kurva anyádat, ha megnyomod, szétlövöm a fejedet!
Egy kis ürszemű anya, az úgy félti a gyereket, hogy ne menj oda fiam, az utca eltemet, meg éget. Te is a rács mögött fékszed, az elvesz majd tőlem és megmérgez téged. Tudod, hogy szegény, hiába beszél, mert a hív az utca, akkor forra vér. Hát minden mindegy, csak oda lent legyél, és úgy, mint a többi, mindent ugyanúgy tegyél. Együtt nősz a bűnnel, belekevered el. Ha választanod kell, nem tudod, mit teszel. Az igazit vártad, ma menekülsz ezelől. Régen a világnak is neki mentél egyedül. De ez most más lett, az igazi büntet. Valakire, amire vágytál, te nem úgy kaptad meg. Tékozló vagy te is, szétszagadt a szíved. Minek könyörög az Isten, amíg az ördög, aki fizet? Hát magad mögött égettél fel minden hidat. Pedig te is azt vártad, valaki mutasson egy utat neked. Mások miatt teszed el a lelked, az eszed. Istenem, mit tettek veled? Kisasszony, mi a nótája, kisasszony? Nem ismeritek ti ezt, fiú? Hát, ha nem ismerjük, majd lekísérjük. Mi mindent lekísérünk, így születtünk. Ha kell, az egész világot lekísérem magának. Fül után. Mindent, mi fontos lett, másnak nem adhatod.